Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Raffai Ernő váratlan karanténba kerülése miatt beugrott a Fekete István Szabad Egyetem igazgatója, dr. Popéi Gyula, aki a revíziós sikerek kitűnő szakértője, hiszen a Felvidék krónikásaként is ismert ő, de nem csak a sikeres felvidéki, hanem más sikeres 20. századi revíziós sikerekről is fog ma előadást tartani. Szoros barátság fűzi egyébként őket össze, és mondhatnám, hogy történelmi barátság, hiszen Popéi Gyula az egyetlen pozsonyi magyar általános iskola és gimnázium igazgatója volt 1991-től 97-ig, amikor a magyar ellenes Mecsiár kormány ugyebár kirúgta, mert a kétnyelvű bizonyítványok állami betiltása ellenére Popéi Gyula ragaszkodott a magyar nyelvű közokiratok kiállításához. Ugye akkor a nemzeti ellenállás hőseként tekintettünk rá sokan még azokban a miépes időkben. Ennek ellenére az első kormány mégis hagyta, hogy 25 hónapig állástalan legyen, és végül maga Raffai Ernő volt az, aki beprotezsálta a Károli Gáspár református egyetemre Popéi Gyulát, úgyhogy talán valahol itt kezdődött az ő máig is aktív és egyre szorosabb barátságuk, és nagyon szépen köszönöm tanár úrnak, professzor úrnak, hogy beugrott ezt az előadást, ezt a hiánypótló előadást így is megtartani. Köszönöm szépen, és fogadják őt szeretettel és megértéssel Raffai Ernő helyett is. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit, és hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy Raffai Ernő barátom világ életében csak jót tett és jót tesz én velem. Most is neki köszönhetem, hogy a mai estén ilyen szép számban összegyűlt közönség előtt beszélhetek, adhatok elő önöknek, ugyanis legnagyobb sajnálatunkra Ernő barátunk megbetegedett, no de minden rossznak van némi jó oldala, jó vonatkozása is. Tehát ilyen téren nem mintha örülnék Ernő betegségének, de mikor mondta, hogy nem tud eljönni, tegnap közölte velem, akkor én szívesen mondtam azt, hogy nem baj Ernő, majd eljössz a jövő alkalomkor. Én pedig megágyazok a te előadásodnak, mert úgyis arról fogsz beszélni, hogy elszalasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás után, akkor én mondom Ernő, hogy ha beleegyezel, akkor én meg tartanék egy ilyen kis beszámolót arról, vagy kis előadást arról, hogy Trianontól 1945-ig milyen revíziós szándékaink voltak, ebből mi vált valóra, és milyen módon és milyen mértékben. Nos hát, erről szeretném elmondani azt, ami bennem él, amit én tudok. Aztán majd ki lehet ezt egészíteni, mert bizonyára vannak olyan információk is az önök birtokában, amelyekkel én nem rendelkezem, vagy tudnak olyan adatokat is még, amelyeket én is szívesen megismernék. Na hát kezdeném mindjárt azzal, hogy amit valamennyien jól tudjuk, 1920. június 4-én kényszerültünk arra, hogy elfogadjuk a számunkra tragédiát jelentő békediktátumot, Trianon. 1920. június 4. Drasse Lázár Alfréd és Bénárd Ágoston, magyar meghatalmazottak, magyar végbizottak, aláírták ezt a békeszerződést, ezt a békeparancsot, mert egyszerűen mást nem tehettek. Nos, én azonban mindig azt mondom, hogy a küzdelem a revízióért, a ellenük elkövetett katasztrófa megváltoztatásáért már elkezdődött a békediktátum aláírása előtt. Igaz, hogy a határokat már meghúzták 1919. júniusában, amelyeket mi úgy ismerünk, hogy trianoni határok, tehát Trianon előtt már a határokat meghúzták, no de még a határok meghúzása előtt, 18 decemberétől 19 tavaszáig, nyár elejéig már a szerbek, románok és a csehek lényegében birtokba vettek mindent, amire csak igényt tartottak. Most azonban 19-es esztendőt hagyjuk, és nézzük meg, mi történik 1920-ban. Az Aponyi Albert vezette magyar békeküldöttség
20. január 7-én érkezik meg Párizsba, 14-én kerül kapcsolatba hivatalosan a fogadóféllel, a franciákkal, majd 14-én Aponyinak átadják a békefeltételeket. És 16-ára kap lehetőséget, hogy reagáljon rá. Mondja el a véleményét, vita nem lesz, de elmondhatja. A francia külügyminisztérium épületében. Nos, ez meg is történik. A határok ekkora már ismertek Aponyi előtt, nem csak azért, mert megkapta a hivatalos békefeltételek szövegét, hanem azért is, mert amúgy azért a magyar közvélemény, a magyar politikum tudta, hogy 19-ben mit jelöltek ki, milyen határokat. Ennek ellenére megpróbál, úgymond revízió, megpróbálja a revízióra rávenni a nagyhatalmakat, a tizek tanácsát, tehát a legfelsőbb fórumot, és megpróbál valamit vezeken változtatni. Azt mondja, rengeteg érv szól amellett, hogy önök rossz döntést hoztak. Gazdasági, történelmi és jogi érvek szólnak mellettünk. Egyetlen egy érv van, amelyik mindezt felülírná, az ott élő népek akarata. Önök azonban ezt figyelmen kívül hagyták, mivel sehol senkit meg nem kérdeztek az általuk lakott területek hova tartozandóságának ügyében. Mi azonban javasoljuk, hogy rendeljenek el önök nemzetközi ellenőrzés alatt népszavazást a tőlünk elcsatolandó területeken, és előre is kijelentjük nemzeti becsületünkre, hogy tudomásul vesszük ezt a döntést. De ezt a döntést mondja ki az ott élő népesség, ne néhány politikus vagy tábornok ilyen vagy olyan akarata. Mondanom sem kell, hogy ebbe a nagyhatalmak nem mentek bele ebbe a javaslatba, de a javaslat megtétele után másnap már a szerb, a román és a cseh hivatalos politikai reprezentáció már tiltakozását jelentette be közös jegyzék formájában a békekonferencia elnöksége előtt, hogy micsoda szemérmetlenség ez, mit kívánnak a magyarok, népszavazást? Hát hol mit gondolnak ők, hogy népszavazás dönthet? Mi vagyunk a győztesek és kész. Ez így már meghúzta a békekonferencia, ezen változtatni nem lehet. Kedves barátaim, nem tudom, tudják-e, hogy ez az Aponyi beszéd milyen hatást váltott ki mégiscsak a békekonferencia nagyjai előtt. Eleve úgy engedték meg Aponyinak a felszólalást, hogy elmondhatja, amit ma akar, de senki nem nyithat vitát. Elmondja magáét, aztán veszi a kalapját, és megy vissza a Château de Madridba, ahol internálva volt a magyar békedelegáció. Ennek ellenére mi történt? Lloyd George, angol miniszterelnök, mikor véget ér a beszéde, megkérdi Aponyitól, hogy excellenciád, először azt mondja, excellenciád nagyon ékesen beszélt. Aponyi válasza nagyon egyszerű, a következő. Amennyiben talán beszédem ékes lett volna, úgy maguk a tények beszélnek ékesen. És azt mondja Lloyd George, az angol miniszterelnök, mutassa meg, legyen szíves a térképen, hogy hol élnek elcsatolandó területeken tömbben magyarok. Erre elővette a vörös térképet, a teleki vörös térképét Aponyi, és oda tette Lloyd George angol miniszterelnök elé. És azt mondja az angol miniszterelnök, valóban elhiszem, és így a nemzet egyharmada elcsatolt területen marad. Azt mondják, hogy igen. És felszólal, hogy uraim, nem lehetne újból elővenni Magyarország területének a rendezését? Képzeljük el, ekkor már csaknem egy esztendeje meghúzták a határokat. Birtokon belül vannak az ellenségeink. Csehszlovákiában már kiírták a parlamenti választásokat januárban, áprilisra írták ki. És valóban aztán meg is tartották. Tehát már voltak éppen berendezkedtek az utódállamok az elrabolt területeken, amelyik jogilag, még nemzetközi jogilag Magyarország része ekkor. És ennek ellenére Lloyd George, az angol miniszterelnök azt mondja, de nem lehetne visszatérni a határok kérdésére? Na, hát főleg a franciák letorkolták rögtön, ugye,
hogy ez már elképzelhetetlen, hisz ezt már egyszer lezártuk, ezt az ügyet. Ide már nem térhetünk vissza. Az olasz miniszterelnök, Francesco Nitti, aki ott van, ugye szintén hallgatja Aponyit, 2 év múlva megjelent emlékirataiban, visszaemlékezései a Párizs békekonferenciára, nyíltan megírja, hogy én amikor hallgattam Aponyi felszólalását a párizsi külügyminisztérium épületében, rögtön tudtam és láttam, hogy a magyaroknak igazuk van. És az angol javaslatot az olaszok is támogatták volna újra tárgyalni a magyar határokat. Hát ez már voltak éppen egy revíziós gondolat. Még jogilag nem vesztettük el, de már ott van, hogy hát nagyhatalmak talán módosíthatnák a döntésüket. Na ez nem következik be. Februárban vagyunk már. Márciusban vagyunk. Április. És áprilisban valamilyen titkos tapogatózásra kerül sor a magyarok és a franciák között. Lehetne talán mégiscsak módosítani a határokon. Ez a bizonyos paleológ féle tervezet. Közben februárban ugyanis választások voltak Franciaországban, és új miniszterelnök jön, Clemenceau helyett Alexandre Mitterrand, és aki megtartotta a külügyi tárcát is. Tehát miniszterelnök volt, és egyúttal külügyminiszter is, de egy paleológ, görög nevű, görög származású, Maurice paleológ, aki a háború alatt francia nagykövet volt Szentpéterváron, ez lett a külügyi államtitkár, ahogy ők nevezték, külügyi főtitkár, és mivel a miniszterelnök egyúttal külügyminiszter is volt, hát voltak éppen ez a paleológ irányította a francia külügyi politikát néhány hónapon keresztül, úgy márciustól októberig, akkor leváltották. Nos, ennek az elképzelése a következő. Nagyon rosszul felfogott francia érdek az, hogy az újonnan, a most létrehozott utód államokra igyekeznek a francia érdekeket helyezni. Azt mondják, ezek ingatagok. Csehszlovákia sosem volt állam. Románia, meg a most létrehozott szerb-horvát-szlovén királyság, ezek primitív balkáni államok. Itt a francia érdekeket ezek Közép-Európában tartósan képviselni nem lesznek képesek. Tehát mit kell csinálni? Magyarországot kell megnyerni a francia érdekek képviseletének. Ezért a következőt kell megtennünk. A francia tőke erősítse föl a magyar gazdaságot. De valami garanciát is kérünk a magyaroktól, engedjék meg, hogy Csepelen szabad kikötőt építsünk a Dunán, azon kívül a magyar államvasutakat engedjék át francia kezelésbe. Ez lenne garancia azért, hogy mi feltőkésítjük Magyarországot. De, hogy kedvet is csináljunk ehhez a magyaroknak, bizonyos területi korrekciókat is végrehajtanánk. Igyekeznénk ragaszkodni az etnikai határokhoz. Ez azt jelenti, hogy a Felvidéktől, úgy Pozsonytól kiindulva, nyugat felé haladva, úgy nagyjából az etnikai határok mentén, tehát az egész Csalóköz, a Mátyus földje, Gömör, Kassa vidéke, a Ung vidék, aztán és egész Kárpátalja visszakerülne Magyarországhoz. Romániától a határmenti magyar többségű területek, egészen ahol a mezőség, vagy a bihari hegyek, meg a mezőség már román többségű területeig visszakerülnének Magyarországhoz, a Székelyföld pedig autonómiát kapna Románián belül. A déli területek, a délvidék a Ferenc csatornáig, tehát a Baranyai háromszög teljes egészében, Bácskából pedig a Ferenc csatornáig, tehát körülbelül a Bácska fele kerülne vissza, és a bánságnak is az északi része visszakerült volna Magyarországhoz. Jelzem, ezek nem hivatalos államközi tárgyalások. 2 megbízott van a magyar fél részéről, akik nem hivatalosan, mint magánemberek folytatnak tárgyalásokat Maurice paleológgal és az ő embereivel, de semmilyen állami protokollban ennek nyoma nincs. Későbbiek folyamán aztán a magyar kormány nyilvánosságra hozta ezeknek a tárgyalásoknak az anyagát. No, a franciák, ahogy csak tudták, megpróbálták letagadni, hogy ez nem igaz, hogy hamisítvány.
Azóta azonban kiderült, hogy igen, valós tárgyalások folytak, nem hivatalos formában, és annál is inkább ez érdekes volt, és érdeke volt a franciáknak is, ez érdekük fűződött, mert ugye kitört közben Lengyelország és Szovjet-Oroszország háborúja. És a lengyelek kezdetben sikeresek ugyan, elfoglalták még Kijevet is, de utána bizony a vörös, szovjet vörös csapatok nagyon megszorongatták a lengyeleket, és egészen a Visztuláig előjöttek, visszajöttek nyugat felé. És úgy volt, hogy a francia javaslatra, hogy Magyarország állított volna fel egy bizonyos kontingenst, egy hadsereget, amely a lengyelek oldalán harcolt volna a bolsevizmus ellen. Igen ám, csak közben erre nem kerül sor, mert megtörtént a visztulai csoda. A csepeli fegyvergyár töltényeivel 30 millió töltényt kaptak tőlünk a lengyelek. Nem volt ugye töltényeik, már nem voltak. Sikerült megállítani az orosz előretörést. Így aztán nem volt szükség a magyar légióra. És hát közben azonban megtörtént az is, hogy Franciaországban irányváltás történt, ezt a bizonyos magyar barát, vagy talán reális francia politikát kezdeményező Maurice Paleologot leváltották, és Berthelot külügyi államtitkár jön vissza az ő helyére. Az a Berthelot, aki már 18-ban lehetővé tette Benesnek minden gazemberségének az elkövetését, Benesnek állítólag személyes jó barátja volt ez a Berthelot. Azt mondják egyesek, hogy intim szálak fűzték egymáshoz őket. Na, mindegy. Tehát ilyen bajok értek ekkor bennünket, de még mindig van egy érdekes dolog, amit nagyon kevesen vesznek észre. A revízió lehetősége még ekkor is megvan. Most ez megint egy új szál, de megint francia, és részben angol. Említettem már, hogy Lloyd George, az angol miniszterelnök, hogy mennyire karakánul ki kell amellett, hogy hát a magyar határokat revízió alá kellene venni. És közben ugye mondtam, hogy februárban kormányváltás történt Franciaországban. És az új miniszterelnök, Alexandre Mitterrand, megfogalmaz egy úgynevezett kísérőlevelet. Ez a neve, hogy kísérőlevél. Ez részét képezi a békeszerződésnek. Amikor 20. május 6-án veszi át Prasznovszky Iván, magyar megbízott, a francia külügyminisztérium épületében a békeszerződés végleges szövegét, amit június 4-én alá kell írni, és amit aláírtunk, ehhez mellé kell a francia miniszterelnök egy kísérőlevelet. Ennek lényege a következő. Ebben a levélben kifejti. A békeszerződés nem tökéletes. Rengeteg hiányossága van. Európa azonban annyira sóvárogja a békét, hogy nem lehet halogatni már ennek aláírását. A határmegállapító bizottságok, akik ugye konkrétan a terepen járnak és meghúzzák, megállapítják, leverik a határkarókat, azonban ezek a határmegállapító bizottságok úgy vélik, hogy valahol Magyarország határai nagyon, de nagyon igazságtalanok, ahol gazdasági, közlekedési, stratégiai, és uram bocsá, etnikai szempontok nem egyeznek a realitással, javasoljanak itt a határmegállapító bizottságok bizonyos határmódosítást. Nos, hát mondanom sem kell, hogy ehhez a kísérőlevélhez nagy-nagy reményet fűzött a magyar fél. Ezt 20. május 6-án kapja meg Prasznovszky Iván, és ez nagy mértékben hozzájárul, hogy Budapesten olyan döntés születik, hogy minden további nélkül el kell fogadni és alá kell írni azt, amire most kényszerítenek bennünket, hisz aláírjuk ugyan. De majd a határ kijelölő bizottságok úgyis körbejárják a papíron, a térképasztalon megállapított határvonalat, és majd ugye ennek értelmében, ennek intenciói alapján majd módosítják a határokat. Hát mi ennyire naívak voltunk, hogy megbíztunk a franciáknak egy ilyen ígéretében, mert ez az ígéret talán nekünk szól, egy kis olyan mézes mazzag is volt. Mert közben azt mi nem tudtuk, az később derül ki, évekkel később, hogy ezzel párhuzamosan ez az Alexandre Mitterrand, a francia miniszterelnök, aki egyben külügyminiszter is, ahogy mondtam, a határmegállapító bizottságokhoz titkos utasítást küld, amelyben közli velük, hogy ezt a levelet ne vegyék komolyan. Hogy járják végig terepen a térképasztalon megrajzolt határvonalat, de jelentéktelen kis helyi módosításokat alkalmazhatnak, de semmiképpen nem kérdőjelezhetik meg a már hivatalosan megállapított országhatárokat.
Tehát, hogyha a halastó odaesik meg a falutól valami kis apró dolgokat, düllőket, meg ilyesmiket csinálhatnak valamilyen, de jelentős, hogy falukat vagy városokat ide vagy oda csatolni, etnikai vagy gazdasági vagy bármilyen szempontból nem szabad. Hát mondhatnánk úgy is, hogy ez egy alapos átverés volt mi felénk. No, mi azonban ezt kezdetben nem tudtuk, hogy így át vagyunk verve, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy amikor a budapesti törvényhozásban arról folyik a szó, hogy elfogadnie vagy nem, küldenie delegációt Párizsba vagy nem, ki fogja aláírni a békeszerződést. Előve, hogy világos, hogy olyan ember kell küldeni, akinek már nincsenek politikai ambíciói. Az a magyar politikus, aki ezt aláírja, annak száradjon le a keze. Tehát az a lényegében diszkvalifikálja magát. Mert végül találtak két ilyen embert, aki vállalkozott rá, egy miniszter és egy meghatalmazott követet, akik aláírták a szerződést. No, de mikor erről tárgyalnak többek között, akkor nem országgyűlés, hanem nemzetgyűlés volt a neve a törvényhozásnak, két éven keresztül, 20 és 22 között. Tehát a nemzetgyűlésben Teleki Pál nagyon szép beszédet mond, ami megerősíti őt ebben a szándékában, ebben a beszédében, Aponyi felszólalása is. Azt mondja, mi, akik Párizsban jártunk, nagyon jól tudjuk, érzékeltük, hogy a nagyhatalmak véleménye változik a békeszerződéssel kapcsolatban. És az idő nekünk dolgozik, a nagyhatalmak előbb-utóbb belátják, hogy amit elkövettek, az rossz, tarthatatlan és módosításra szorul. Ez mind nagyon igaz volt, hogy rossz, tarthatatlan és módosításra szorul. Talán azonban túlméretezettnek kell tartanunk gróf Teleki Pálnak a megállapítását, hogy a nagyhatalmak ezt rövidesen belátják, és ők fogják korrigálni, a nagyhatalmak. Hát, ugye eltelik a 20-as év. Egy békeszerződés nem azáltal válik hatályossá, hogy aláírták, hanem még nem is azzal, hogy ratifikálták, hanem a ratifikációs okmányok kiserélése után válik hatályossá. Hát először is ratifikálni kell. No kinek? Hát először is a kárvallott félnek, magyar félnek. Novemberben meg is történik a ratifikálása, és érdekes olvasni az ottani felszólalásokat. Tehát már aláírtuk júniusban, és novemberben folyik a becikkelyezése a Magyar Nemzetgyűlésben. Nagyon szép beszédek hangzanak el, és megint a remény, ott van a revíziós remény, hogy a nagyhatalmak előbb-utóbb belátják, be fogják látni, hisz minden arra irányul, hisz mindenütt már az arról beszélnek, hogy ez igazságtalan, hogy ez rossz volt. Angliában, a Londonban, a Lordok házában erről folyik a vita. Párizsban elégedetlenek a képviselők egy része, hogy ez nagyon rossz békeszerződés, és árt. Nem az fáj nekik, hogy árt a magyaroknak, hogy nekünk, franciáknak is árt, mondják ők. Ez nem, hogy mondja, nem jól felfogott képviselete a francia állami érdekeknek az, amit most csináltunk. Tehát Magyarországon ratifikálják. Most akkor ratifikálni kell, ugye számunkra legfontosabb, hogy Londonban és Párizsban. A párizsi alsóház 500 valahány képviselőjéből 74-en ellene szavaznak. Meg is indokolják, hogy rossz a békeszerződés. Magyarországra olyan terheket rónak, és olyan úgy megcsonkították, hogy ez az ország életképtelenné vált. Nem szabad jóvá hagyni. No, szótöbbséggel végül is 3 napi vita után jóvá hagyják. Na de a felsőháznak is jóvá kell hagynia, Párizsban. Na itt még keményebb ellenállásba ütközik a jóváhagyás. Végül is, amikor egyenesen Aristide Briand, már akkor újabb miniszterelnök, Aristide Briand áll a kormány élén, őképp kénytelen a felsőház előtt megindokolni, hogy uraim, most már visszaút nincs, a magyarok jóváhagyták, ratifikálták, az alsóházunk, a saját alsóházunk elfogadta. Tehát most már valamit el kell fogadnunk már nekünk is a felsőháznak, hogy már ez érvényessé válhasson, és a ratifikációs okmányokat kiserélhessük. Nos, valóban akkor a felsőház elfogadja Aristide Briand rábeszélésére, de a következő záradékkal. A francia felsőház kötelezi a mindenkori francia kormányt, hogy mihelyt erre nemzetközi vonatkozásban lehetőség nyílik, előszedi a magyar békeszerződést is, és revízió alá veszi. Tehát revízió. A franciák is kimondják, hogy revízió. Nem azt mondják, hogy revans, de revízió.
A revansot ők alkalmazták, állami szinten hangoztatták 1871 után, amikor Elzász-Lotaringiát elvesztették ugye a francia-porosz háborúban, hogy revans. Tehát visszaütés, visszavágás és visszavenni ezt. Mert azt mondják, hogy nem, hogy ez majd revízió lesz. No, eltelnek évek, és aztán szó sem esik a revízióról. Az angolok is, az angol felsőház, főleg a lordok háza elégedetlen ezzel a szerződéssel, kisebb-nagyobb húzavona után azonban azt is jóvá hagyják. Tehát úgy tűnik minden, hogy minden rendben van. Várni kell, hogy hogyan alakul Európa sorsa, a nagyhatalmak hogyan viszonyulnak ahhoz a rossz műhöz, amit saját maguk alkottak, és amelyről már ők maguk is tudják, hogy ez nem jó. Nos, most rengeteg gondolkozok, hogy mit hagyjak ki, és miről beszéljek még, és miről ne beszéljek. 1921-ben vagyunk, idő halad. És Nyugat-Magyarország vármegyéinek egy részét a békeszerződés odaadta a sógoroknak, Ausztriának. De még magyar birtokban vannak. Hasonlóképpen Pécs, Baja és környéke, a délvidék egy része meg szerb megszállás alatt van még, amonnan a szerbeknek kellene kivonulniuk. Tehát azt mondják Párizsban, hogy ezt párhuzamban kell hozni, Jungtimban, ahogy nevezték. Délvidékről kivonulnak a szerbek, és magyaroknak pedig át kell adniuk a nyugati vármegyék nyugati szegélyét az osztrákoknak. Hát valóban a magyarországiban bele is egyezik, rendben van, kivonulunk. Hát a reguláris magyar haderő ki is vonul. Azonban ott néhány önkéntes magyar és csendőrtiszt és katonatisztek megszervezik az úgynevezett rongyos gárdát. Önkéntesekből. És azt mondják, hogy mi nem ismerjük el a magyar kormánynak a fennhatóságát. Nem ismerjük el a békekonferencia döntését. Ezt a területet át nem adjuk. Megtartjuk. Na most mi lesz ezzel a területtel? Magyar kormány vonogatja a vállát, cinkosan összekacsintva, hát akkor most már meg kell oldani nemzetközi jogilag valahogyan most mi legyen. Ugye Prónai, Osztenburg, meg Héjas Ivánék, meg a többiek, ugye, erre ők kitalálják, hogy mi kikiáltunk egy önálló mini köztársaságot Lajtabánság néven. Meg is teszik. És a bevonuló osztrák haderő, fegyveres erő, csendőri alakulatok vonulnának, pedig fegyveres harcot kezdenek velük, Kópházánál, meg más helyen is, és bizony Mannlicher puskák szólnak, ropognak, és halottak egyik oldalon, másik oldalon, de védik a magyar területet. Nemzetközi botrány. Mi legyen ebből? A nagyhatalmak a magyar kormányhoz fordulnak, hát uraim, hát önök parancsoljanak már ezeknek. Nem lehet parancsolni, nem hallgatnak mi ránk sem. Hát akkor most mi legyen? Na, tiri-tori, ide-oda. Végül születik egy olyan döntés, hogy Velencében üljenek már le. De már októberben vagyunk, mert ezek a harcok ugye augusztus végén, szeptemberben zajlanak. A történetírás gúnyosan úgymond, hogy banda harcok. Hogy üljenek le, és egyezzenek meg. Hát valóban folynak a velencei tárgyalások, és október 14-én születik egy megállapodás, amelynek a lényege a következő. Magyarország elkövet mindent annak érdekébe, hogy leszerelje és eltávolítsa erről a területről a rongyos gárdistákat. És azt a haderőt, vagy fegyvereseket, civileket, katonákat, és jelzem, a Selmec bányai Erdély és bányamérnöki főiskolának a hallgatói, akik akkor Sopronba vannak, Sopronba telepítették őket, azok is fegyvert fognak, és hagyj jegyezzem meg, hogy ekkor a 20 éves Eszterházi János átszökik a határon Nyitra Újlakról, és ő is ott hasal a barikádon, és védi Sopront és környékét 20 éves, utána meg visszaszökik Pozsonyba és Nyitra Újlakra. Nos mindegy, örök eltávolítják erről a területről a fegyvereseket, és ezért az osztrák fél pedig beleegyezik, hogy Sopronban és körülötte 8 faluban népszavazást tartanak. Mi ez, ha nem revízió? Revízió. És egybevág a magyar kormánynak az elképzeléseivel. A népszavazás nemzetközi antant ellenőrzés alatt decemberben lesz, december közepén, 3 egymást követő napon, 13, 14, 15-e, Sopron és környéke. És egy népszavazási területnek minősül ez a 9 helység, tehát Sopron, mint város, és körülötte 8 falu.
ott már nem lehet megosztani azt a területet. Egységes. Vagy ide, vagy oda. No, hát folyik az előkészület, és csak olyanok vehetnék részt a népszavazáson, akik onnan származnak arról a területről. Nem elegendő, hogy ott lakik, ha utánlagosan jött oda, ha nem onnan származik, nincs szavazati joga. De ha nem is ott él, hanem bent valahol Ausztriában vagy Magyarország valamelyik belső területein, de ha onnan származik, haza mehet szavazni. Mert ottani illetőségű. Hát a szavazás megtörtént, és jelzem, hogy ekkor Sopron körülbelül olyan 65-70%-ban német többségű város. A 20-as népszámlálás alapján legalábbis, mert 20-ban népszámlálás van. A 8 faluból, Sopron környéki 8 faluból egyetlen egy a magyar többségű, egy horvát többségű, Kópháza, a többi pedig német többségű volt. Ennek ellenére a népszavazás 65-35 arányban Magyarország javára dőlt el. Hát az osztrák sógorok sokáig nem hitték el az eredményt, és még mai napig sokan azt állítják, hogy sie haben von uns öst, hogy nevezik Sopront németül? Ödenburg, weggeschwindelt, hogy elsvindlisztük tőlük Sopront. Na mindegy, végül is hát ezen már változtatni nem lehetett. Igaz, hogy az onnan eltávolított, szinte erőszakkal eltávolított magyar fegyveresek elégedetlenek a magyar kormánynak az eljárásával. Azt mondják Prónaiék, Osztenburgék, Héjasék, meg a több Moravekék, hogy el lehetett volna érni azt is, hogy az egész Ausztriának átadandó terület megmaradjon. Keményebben kellett volna fölépni, és nem kellett volna onnan őket eltávolítani. Utólagosan nem tudjuk megállapítani, hogy mi lett volna ennek az eredménye. Most csak azt tudjuk, hogy annak mi lett, hogy elfogadta Magyarország, és ezek a falvak megmaradtak, és megmaradt Sopron. És még volt ennek egy bizonyos hozadéka. A következő hónapokban a magyar-osztrák új határvonalon még 10 falu kiharcolta azt, hogy már beintegrálódó terület Ausztriából még Magyarországhoz visszakerülhessen. Tehát voltak éppen ennek az eredménye. 18 falu volt, meg egy város. De ennek az erkölcsi értéke volt a leginkább figyelemre méltó. Tekintetbe kell venni, hogy, vagy kellett vennie a nemzetnek, hogy az Antanttal, meg a szomszédainkkal csak is a fegyverek az erő nyelvén lehet beszélni. Itt a jogra, meg ilyen-olyan erre-arra való hivatkozás nulla, semmit nem ér. De ha szólnak a fegyverek, arra odafigyelnek. És ugye ilyen megtörtént például délszláv-osztrák viszonylatban is, ahol Karintiában bizony fegyverek dörögnek, és így már a megállapított határvonalat is módosítják. Megtörtént német-lengyel vonatkozásban, lengyel-litván vonatkozásban is voltak ilyen kísérletek. És íme megtörtént magyar-osztrák vonatkozásban. És ha már ez megtörtént, hogy még mindig sikerült revíziós eredményeket elérnünk, 21-ben már másfél esztendővel Trianon aláírása után, mennyivel inkább jó lett volna, ha ilyesmi történik még Trianon előtt, lehetőleg 18 őszén, 19 elején, amikor a teljes magyar, maradék magyar hadsereg, amit még Linder Béla nem züllesztett szét, még egy nemzeti ellenállást hirdet minden náció és a magyarok számára az idegen betolakodók ellen. Mert az erdélyi, főleg a parciumi románságnak egy része, a mezőségi románságnak egy része magyar barát volt akkor még. A felvidéki tótokról nem is beszélve. Ott utálták a cseheket. Magas Robár, aki Szlovákia első teljhatalmú minisztere lett, megírja az emlékirataiban, hogy bizony a szlovákok, hogy mi szlovákok nem nagyon szerettük a cseheket, sőt, amikor a csehek 18 decemberében, 19 januárjában kezdik megszállni a felvidéket, olyan utálatot váltottak ki a szlovák lakosság körében is, hogy azt mondja, talán a történelem folyamán soha senki ennyire nem utált bennünket, mint a saját szlovák testvéreink a felvidéken. Mert azt mondja, hogy viselkedtek a mi katonáink, a csehek? Mondja, a nagy csehszlovák barát, Vavros Robár. Szóval először is kirabolták az üzleteket. Erőszakoskodtak a lakossággal. Nemzetiségre való tekintet nélkül. A vasútállomásokon állomásodó vasúti kocsikat, amiből lehetett valamit rabolni, kirabolták.
De azt mondja, hát ezek nem felszabadítót látott bennük a szlovák lakosság, hanem egy betologuló rabló hordát. Tehát egy ilyen körülmények között, ha egy nemzeti ellenállást, egy nemzeti önvédelmet meghirdet egy arra rátermett magyar kormány, hát bizony lett volna ereje, vagy ők lett volna következménye ennek, és az Antont is belátta volna, hogy itt valamit lépni kell ebben az ügyben. Mert ugye tudjuk jól, hogy például amikor Beneš üzen haza Prágába 18 decemberében, hogy most megindítjuk a mi csapatainkat, de a csapatok addig mennek előre mindig, hogy ameddig ellenállásban nem ütköznek. Ha ellenállásban ütköznek, meg kell állni. És azt írja Párizsból haza Prágába, hogy önök zaj nélkül próbálják megszállni a Felvidéket. A zaj nekünk nem jó, ha Párizsban fölkeltik az érdeklődést az iránt, hogy a magyarok szembeszegülnek a mi bevonulásunkkal. Tehát mit jelent ez? Ez, hogy valóban zajt kellett volna, de fegyverzajt provokálni, és akkor másképpen alakulnak itt az események. Akarva akaratlanul. Nos, ez elmaradt. 21-ben arról van szó, hogy Magyarországnak be kellene lépnie a Népszövetségbe. Na de hát hogyan? A Népszövetséget a győztes hatalmak hozták létre, és aztán úgy, hogy a semlegeseket is majd beveszik, sőt, ha arra méltónak tartják, a legyőzöttek is kérhetik felvételüket, és vagy felveszik őket, vagy nem. Nos, 21-ben kéri végül Magyarország, hogy vegyék fel a Népszövetségbe. A csehek Benešék próbálják megfúrni az egész magyar kezdeményezést, de végül már annyira durván csinálják, hogy maguk a franciák meg az angolok szólítják föl Benešét, hogy hagyja már abba, magyarokat föl fogjuk venni, hiszen nincsen ellenük semmi kifogás. Ugyanis mit kell csinálnia egy legyőzött államnak, amikor kérelmezi a felvételét a Népszövetségbe? Jegyzőkönyvileg, protokollárisan ki kell nyilvánítania, hogy elfogadja a kialakult európai status quo-t. Nem tesz ellene semmit. Tehát még amellett, hogy Trianonban aláírtuk, amit aláírtunk, amellett a Népszövetségbe való felvételünkkor el kell ismerni mindent, hogy jogosnak ismerünk el, és nem teszünk ellene semmit. Hát Magyarország, ha azt akart, hogy felvegyék a Népszövetségbe, ezt meg kellett tennie. Megtette. Azt mondták, hogy majd a Népszövetség talaján fogunk küzdeni az igazunk érdekében. Ugyanis a Népszövetség alapokmányának 19. cikkeje kimondott egy ilyen érdekességet, hogy amennyiben idővel kiderülne, hogy az új határok valahol háborús konfliktust generálhatnak az igazságtalanságuk miatt, akkor a Népszövetség felajánlja jó szolgálatát az érdekelt államok számára, hogy ezt a problémát békés úton oldják meg. Tehát a magyar kormány úgy gondolta, hogy ezt komolyan fogja venni a Népszövetség, és valóban, ha majd idővel kiderül, hogy milyen esztelenségek történtek, gazdasági, néprajzi, meg egyéb gazdasági, meg közlekedési szempontokból, hogy majd maguk a nagyhatalmak korrigálják ezeket a határokat. Tehát ez egy reménység volt. Sehol nem következett be ennek alapján semmilyen határrendezés. Tehát itt is egy nagy átverésről volt szó, az alapokmányban benne volt, de ahogy kiderült, nem csak, hogy ez nem történt meg, ez a 19. cikkeinek a komolyan vétele, hanem az egész Népszövetség a két háború közötti időben egy nagy súlyhivatalnak bizonyult. Hát nem tudom, tudják-e, hogy a békeszerződésnek még van egy harmadik komponense, amelyet meg kell említenünk, a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer. Ez egy olyan halottnak a csók volt. Mivel sérültek a Wilsoni elvek, tehát a népek önrendelkezési jogát végül is nem tartották be, pedig hát ez volt a nagy ígéret, hogy akkor legalább az elcsatolt, akaratuk ellenére elcsatolt kisebbségek számára tegyék lehetővé, hogy panasszal élhessenek a Népszövetségi Tanács előtt, hogyha valahol jogsérelmet szenvedtek, és a Népszövetségi Tanács köteles legyen ezeket a dolgokat kivizsgálni. Na, ehhez is nagy reményeket fűztek. Na, jelzem, az elszakított területek magyarsága, meg részben Magyarország is több mint 100 beadványt küldött Genfbe a Népszövetségi Tanácsnak, különböző sérelmes dolgokat felemlegetve, dokumentálva mindent. Soha nem történt semmilyen jóvátétel a nagyhatalmak részéről, tehát az egész, ez is egy nagy sóhivatalnak bizonyult, egy nagy szembeköpésnek. Ezek után
Volt-e még, van-e valamilyen reménye a magyar politikának, hogyan lehet revíziót csinálni ilyenkor? Nagyon nehéz. Nyíltan, hivatalosan nem lehet. Nincs olyan magyar kormány, amely kijelenthetné, hogy mi már pedig törekszünk a határok megváltoztatására. Akkor mit lehet csinálni? Arra lehet hivatkozni, hogy íme a utódállamok annak ellenére, hogy kötelezték őket a nemzetközi kisebbségvédelmi szerződések aláírására, alá is írták, de nem tartják be. Ezért lehet őket aztán a nemzetközi fórumokon majd ugye bírálni, és rámutatni a hiányosságokra, és hát követelni, hogy már pedig ezt tegyék meg. Aztán az elszakított területek magyarsága számára is egy nagyon jó hivatkozási alapul szolgált. Mindenütt azt mondták, hogy kérem, mi nem kegyeket kérünk a kormánytól, hát azzal a feltétellel kapott meg bennünket Prága, meg Bukarest, meg Belgrád, hogy ilyen és ilyen jogainkat biztosítja. Biztosítják? Nem. Tehát akkor bennünket megérdemelnek? Nem. Tehát mit kell csinálni? Követelni kell minél hangosabban, belföldön és külföldön egyaránt nagyon messzehangzóan, hogy milyen jogsérelmek értek bennünket. No, ezt is megtették. Például a Felvidéken Szülő Géza, országos keresztény szocialista pártnak volt 5 éven keresztül az elnöke, 26-tól 31-ig, őt követi majd Eszterházi János. Ő járta a világot ilyen ezekkel a dolgokkal, a Népszövetségi Ligák Uniója, meg a különböző nemzetközi szervezeteknél állam, meg amerre csak lehetett. Úgy is nevezték őt kissé gúnyosan, de kissé olyan komolyan is, olyan válveregetően, hogy ő a felvidéki magyarok külügyminisztere. Minden nagyhatalom nyelvét beszélte természetesen, és hát és nagyon okos ember volt. 1937-ben például a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai közé választotta ezt a Szülő Gézát, majd 38. december 7-én a kormányzó úr felsőház tagjának is kinevezte. És érdekes, hogy 45 után nem történt baja ennek a Szülő Gézának. 1957-ben bekövetkezett haláláig itt élt részben Budapesten, részben valahol egy Pest melletti községben. De megélt, átélt mindent. Átélte a német megszállást 44 márciusában, és átélte a szovjet megszállást is. Na mindegy, megyünk tovább. 20-as évek közepe. Ekkor már folyamatban van az ország konszolidációja. A Bethlen, Gróf Bethlen István kormánya. 10 évig áll az ország élén, ezt a korszakot úgy nevezik, hogy a bethleni konszolidáció ideje. Magyarországnak először is ki kell törnie, megengedik egy kicsit, most leülök, majd felállok ismét, de most egy kicsit leülök. Ki kell törnie ebből az elszigeteltségből. A szomszéd államok felé nem lehet nyitni, kisantant. Úgy gyűlölnek bennünket, hogyha lehetne, a maradék Magyarországot is legázolnak és felosztanak egymás között. Hát kihez lehet nyúlni? Franciák, angolok? Jó, hát ugye az ratifikációnál ezt meg azt megtették, de hát olyan győzteshez kell, olyan győztes államhoz, aki elégedetlen a győztes, a nyert eredményekkel. Aki hát valahogyan úgy érzi, hogy a békekonferencián nem kapott meg mindent, ami őt megillette volna. Hát kik ilyenek? Hát az olaszok. Olaszok talán azok jók lesznek nekünk. Az olaszok is úgy gondolták, hogy talán Budapestre támaszkodva tudnák szilárdan megvetni a lábukat Közép-Európában. Mert Mussolini, a Duce, az olasz miniszterelnök, azt mondja, 20-as évek közepén vagyunk, a weimari Németország nagyon gyenge. Idővel azonban 10, 20 vagy 50 év, nem tudjuk mikor, nagyon megerősödik majd. És ő Európát, ezt a köztes Európát birtokba fogja venni gazdaságilag, politikailag, társadalmilag, sőt, lehet, hogy katonailag is. Tehát nekünk most innen, még Németország gyenge, ki kell használni alulról fölfelé egy észak-dél tengelyt kialakítani, hogy mi előzzük meg a németeket most, Jugoszlávia, Magyarország, horribile dictu Ausztria, és Lengyelország felé, egészen a Baltikumig, ugye, és ezzel, ha mondjuk Ausztriát is saját bűvkörünkbe, vonjuk, akkor az Anschluss lehetősége elmúlik. Nem lehet már csatlakozni Ausztriának Németországhoz, mert tudjuk, hogy Ausztria 18-19-ben nem akart önálló lenni. Ők megszavazták, hogy ők csatlakoznak Németországhoz. Ezt a békekonferencia nem hagyta jóvá. Megtiltották mind Németországnak, mind Ausztriának az egyesülést, az Anschlusst. Lehetetlen. Tehát Mussolini Magyarország felé is nyit egy kicsit a politikájában. És 27 áprilisában következik be egy
akkor áttörésnek minősülő magyar siker. Megkötik Rómában a olasz-magyar barátsági szerződést. Ez egy nagyon nagy eredmény. Mussolini, egy győztes nagyhatalom miniszterelnöke, ott parolázik gróf Bethlen Istvánnal, meg a magyar politikai vezetőkkel, és csendesen megsúgja nekik, hogy mi elégedetlenek vagyunk a békekonferencia eredményeivel, a határokkal, persze elsősorban saját magukra gondolnak, de hogy a magyar határok esetleges revízióját is támogatni fogjuk. És mindjárt a következő év húsvétján megjelenik egy szózat, Mussolini szózata a magyarokhoz, amelyben ott van egy ilyen mondat, hogy Trianon nem sírbolt. Ez egy fantasztikus bíztató szó, egy győztes nagyhatalom miniszterelnöke a legyőzött Magyarországhoz fordul, hogy számotokra a Trianon nem sírbolt. Bízzatok. És tudja a magyar politikai vezetés, meg a részben a politikailag érett társadalom is, hogy már van egy olasz-magyar szerződés. Erre kell építenünk. Az olasz kapcsolat a számunkra nagyon biztatóan fejlődik. A következő, még ugyanebben az évben, 27-ben történik azonban még valami Angliában is. Egy volt angol miniszter, aki a Lloyd George kormányában a háború alatt miniszter, légügyi miniszter, Lord Rothermere a Daily Mail című világlapban ír egy cikket, június 21-i lapszámban, ilyen címmel, hogy Magyarország helye a nap alatt. És ez a volt angol miniszter, Rothermere Lord, sajtómágnás, kifejti, hogy ami Magyarországgal történt, ez egy ocsmányság volt, tönkretettük nem csak Magyarországot, egész Közép-Európát. Így mondta, hogy Európának új Elzász Lotaringiája van, és ez Magyarország. Nem lesz béke addig Közép-Európában, míg a magyar kérdést méltányosan nem rendezzük. Nos, hogyan lehet ezt rendezni? Először is ki kell mondani, hogy nem Magyarország hibás a háborúért. Mert a béke, a párizsi, a trianoni békében van egy ilyen klauzula is, hogy ki mondja, hogy a vesztesek felelősek a világháborúért. Hát ki a felelős? Hát aki alul maradt, akit megvertek, az a felelős, nem? A győztes nem lehet felelős. Egyszerűen ezt törölni kell. Aztán enyhíteni kell Magyarország gazdasági helyzetén, és rendezni kell a magyar határokat. Azt mondja, elképzelhetetlen, hogy a magyar nemzet egyharmada elcsatoltan éljen a saját ezer éves szülőföldjével együtt ezer éves hazájának határain kívül. Megrajzolja a határokat is, hogyan képzeli el. És érdekes, ha megnézzük, ezek a határok nagy mértékben összeesnek a paleolog féle határokkal, amit 20-ban a franciák alkuttak ki a magyarokkal, ami nem teljesült, ugye. És nagy részben azonosak az első például a felvidék vonatkozásában, szinte azonosak az első bécsi döntés alkalmával meghúzott határokkal. Tehát igyekezett egy igazságos határrendszert, vagyis egy határmódosítást, revíziót, ugye ez a Lord Rothermere elérni. Mit csinál a magyar kormány? Hallgat. Nem tehet semmit, ő nem mondhatja ki nyíltan, hogy igenis támogatjuk Rothermere Lord elképzelését. Hát a Népszövetség lekapja, ha leharapja a fejünket, és ha nincs a többi nagyhatalomban megfelelő támogatottságunk, akkor végünk. Most a magyar kormánynak először is ki kell szondáznia, mennyiben képvisel Rothermere Lord álláspontja hivatalos angol álláspontot, és mennyiben nem. Rájönnek nagyon gyorsan, hogy ez az ő magánakciója. Igaz, hogy egy közismert és tisztelt angol politikus, volt miniszter, de jelenleg nem visel semmilyen tisztséget, és voltak éppen, hogy írt egy vezércikket, és hát megírhatta, de ennek semmilyen következménye, ennek a magyar, semmilyen kötelezettség nem hárul az angol kormányra ennek kapcsán. Kezdetben például a csehek sem tudják, meg a románok sem, hogy nem áll-e szándék mögött hivatalos angol politikai elképzelés. No, ők is rájönnek idővel, persze, hogy nem. Na, akkor most mit kell csinálni? Azonnal, ahogy csak lehet ledorongolni, nem is annyira Rothermere Lordot, hanem a magyar kormányt, mintha azt tehetett volna erről.
és az elszakított magyarokat. Na, a Felvidéken például ez az előbb már említett Szülő Géza, mint prágai parlamenti képviselő, ő nyíltan a parlament fóruma előtt kijelenti, hogy az erőszakkal elszakított felvidéki magyarság nevében köszöntöm és üdvözlöm Anglia nagy fiát ezért az igazságos és számunkra barátságosan hangzó kijelentésekért, és reméljük, hogy észrevételei előbb-utóbb a hivatalos politikában is súlyt nyernek. Na hát ezzel jó, hogy meg nem kövezték Szülő Gézát a prágai parlamentben, de túlélte. Na, a sajtóban annál többet kapott hideget, meleget a felvidéki magyarság, de akkor túléltük, még ezt is, akkor. Románok, szerbek, mindenki tiltakozik. Most volt-e ennek jelentősége, értelme egyáltalán? Hát én a saját magam részéről azt mondom, hogy nagyon nagy jelentősége volt. Bár egy négyzetcentiméternyi terület nem jött vissza, de a revízió gondolatát még inkább beleplántálta az európai politikai közvéleménybe. És eltelik egy két esztendő, és minek vagyunk tanúi? A londoni parlamentben egy pártokon felül álló, vagy a párt politikától független, vagy a párt tagozódástól független képviselői csoport jön létre, amelyik így nevezi magát, hogy Magyarország barátainak képviselői. Egy Gower nevű angol képviselő áll az élen, és ez a csoport élén kapcsolatot tart Magyarországgal, és az angol parlamentben harcol a magyar revízióért. Hát ez egy csodálatos dolog. Hát ez részben biztatás a magyarság felé, részben az anyaországi, részben az elszakított magyarság felé, hogy várni kell, jön alkalom, bizonyos, be fog következni valami olyan nemzetközi fordulat az európai politikában, amely megnyitja számunkra a kibontakozás lehetőségét. Csak nyitott szemmel és nyitott füllel és értő aggyal kell figyelni azt, ami történik körülöttünk, mert valami mindig adódik, valamilyen lehetőség. Hát figyeljük meg, hogy mi van Olaszországban, mi van Londonban, és akkor még ugye hát mi van Németországban, akkor még nincs Hitler uralmon, még Stresemann, ugye, Gustav Stresemann vezeti még a német minisztériumot, vagy a kormányt. De Németország is, hogyha nyíltan nem is hirdeti a revíziót, de mindent megtesz annak érdekében, hogy fölhívja a világ figyelmét arra, hogy igazságtalan a békeszerződés, unblock. Németekre, mindenkire, mindegyik vesztesre. Mikor ugye 33. januárjában bekövetkezik a Nemzeti Szocialista NSDAP ugye hatalom átvétele, akkor a remény, minthogyha növekednék a magyar oldalon, hogy erősebben fogja Németország is a revíziót követelni. No de egyúttal most mit fognak ehhez szólni az angolok, akik megint fognak félni a németektől? Hát ugye ekkor véget ér Gróf Gvetlen István miniszterelnökségének a 10 éves időszaka. Amit miniszterelnökként nem tudott megtenni, az megteszi most. Elmegy Angliába egy erőadó körútra. És a megfelelő politikai és társadalmi körökben több előadást tart angol nyelven Magyarország helyzetéről, a háború alatt és a háború után is. A nemzetközi helyzetben beállt vákuumokról, meg problémákról, aminek nagy mértékben Magyarország megcsonkítása és az igazságtalan békeszerződések az okozói. Politikailag és társadalmilag nagyon nagy hatása volt Bethlen angliai előadásainak. A magyar kormánynak azonban azt kell tapasztalnia, hogy a német részről kiinduló támogatás a hitleri Németországban nem olyan erős, mint ahogy kezdetben gondolták volna. Hát Németországban először is meg kell szilárdítani a NSDAP egypárti hatalmát, ugye kiépíteni az egypárti diktatúrát, ami fokozatosan sikerül, és Németországnak más gondjai vannak ekkor, ugye a hadkötelezettséget kell bevezették, ugye félre rúgva a versailles-i békeszerződésnek azt a rendeletét, hogy Németországnak nem lehet sorozott katonasága. Aztán sok mindent módosítani, változtatni kell a német politika irányultságán. Először a 34. januárjában a lengyelekkel kötnek egy nagyon előnyös szerződést, ugye a németek javára előnyös szerződést. Majd később ugye kapaszkodjunk meg az angolokkal, flotta egyezmény jön létre. Azzal az angolokkal, akik leginkább harcoltak a
a békekonferencián, amellett, hogy Németország semmisítse meg a teljes hajó a haditengerészetét, amit németek meg is tettek. Elsüllyesztették a hajóikat. És most elkezdenek a németek azon gondolkodni, hogy építeni kellene új hadiflottát. És az angolok belemennek abba, hogy kezdhetik építeni a németek, de az angol hadiflottának csak egy harmadát érheti el a német hadiflotta szintje. Hát hogyan? Hát a békeszerződés kimondta, hogy Németországnak nem lehet hadiflottája. És az angolok meg megegyeznek velük, hogy lehet. De egy harmadáig mehetnek föl a angol flotta színvonalának. Tehát sok minden történik, vegyes dolgok történnek, és a németek ekkor már külpolitikailag leginkább arra fókuszálnak, hogy Ausztriát meg kellene szerezni. A két németül beszélő szomszédos állam váljon egy országgá, úgy, ahogy azt már 18 végén az osztrák parlament megszavazta. 34-ben tesznek is rá kísérletet. És képzeljék el, ki akadályozza ezt meg? Nem a angolok meg a franciák, az olaszok. Mussolini 4 hadosztályt a Brenderhágóhoz vonultat. És azt mondja, hogy ha Hitlerék beteszik a Wehrmacht, az akkor még aránylag gyenge Wehrmacht, ha beteszi a lábát Ausztriába, ez casus belli. Ők megszállják szintén Ausztriát. És akkor még Hitler visszakozult, fúj, 34-ben vagyunk. Majd 38-ban már nem fúj visszakozult, mert akkor aztán március 12-én bekövetkezik a valóságos Anschluss. De Magyarországnak is tapogatóznia kell, és ne felejtjük el, hogy a Magyarországnak nincs hadserege lényegében. A németeknek se volt, csak egy 100 000 fős profi hadsereget engedélyezett a békeszerződés. Magyarországnak egy 35 000 fős hadsereget engedélyeztek. Magyarország nem is fejlesztette a haderejét. A németek ugye 35-től már bevezették az általános hadkötelezettséget, Magyarország még nem. És Magyarország körül itt van a szorító gyűrűje a kisantantnak. Csehek, románok, szerbek. Minden lépésére odafigyelnek Magyarországnak, és bármikor képesek bevonulni Magyarországra, ha kell. Még a nagyhatalmak, sőt, főleg az olaszok vétója, vagy olyan talán intelme úgy tartja vissza ezt a három utódállamot, hogy ne tegyenek még durvább lépéseket Magyarország ellen. Gazdaságilag teljesen elszigetelten akarnak tartani bennünket, még szerencse, hogy a gömbös kormány, amikor ugye már az veszi át a hatalmat, nagyon jó gazdasági szerződéseket köt Németországgal. A magyarországi mezőgazdasági felesleg kivitelére Németországba és részben Ausztriába az akkori általános világpolitikai áraknál jobb feltételekkel tudja értékesíteni Magyarország a kivitelét. Várható, hogy a német-osztrák probléma fogja itt most feszíteni Európának e térségében a politikai ringispili kerekét. És valóban már 37-ben ott járunk, hogy a németek egyre szorgalmazzák, hogy Ausztria kell nekik. Ez úgy Európa nem nagyon akarja tudomásul venni, rendben van. De még hagyd tegyek egy lépést. 36-ban egy nagy-nagy szerencséje és egy pozitív fordulat van Németország megítélésében. Azelőtt Európa vagy így, vagy úgy nézte Németországot, ugye, főleg a spanyol polgárháború miatt, ahol ugye beavatkoznak a polgárháborúba, kicsit olyan feszült a Németország megítélése, na meg a belső viszonyok, Hitler egyeduralmának a bevezetése sem tetszik mindenkinek, nem is tetszhetett Európában. No, de 36 nyarán ott van az olimpia, berlini olimpia. Ez egy fantasztikus siker volt a németek számára. Sikerült az olimpiából egy reklám, egy nemzet önfelmutatását úgy megszervezni, hogy mindenki csodálattal nézett erre a szervező képességre és készségre, amit a németek produkáltak az olimpia megszervezésében. Hát ebben az évben Hitlert az év emberének választották. Olyan nagy volt a népszerűsége. És mi magyarok, legyünk rá büszkék, harmadikok voltunk 10 aranyérmünkkel a berlini olimpián. Németország első, USA második, mi magyarok harmadikok lettünk. Ez egy nagyon szép eredmény volt. De az idő megy, és 37-ben már egyre inkább azon van Németország, hogy Ausztria. Ausztria, Ausztria. De Csehszlovákiának a belső problémái nagyon, de nagyon meggyűltek a saját nemzetiségeivel szembe, sőt, a cseheknek, még a testvérnép, a kis testvérnek számított szlovákok is egyre nagyobb problémát okoznak. A szlovákok kezdetektől fogva
hivatkoznak arra, hogy ők azzal a feltétellel fogadták el az egyesülést a csehekkel, hogy autonómiát kapnak. A Clevelandi, meg a egyezmény, meg a Pittsburghi egyezmény erről szól, amit Amerikában kötöttek az ottani cseh szervezetek, az ottani szlovák szervezetekkel is, amit 18-ban Masaryk maga is aláírt. Na, aztán ott vannak a ruszinok. A kárpátalja autonómiáját nemzetközi szerződés garantálta. A csehek elfogadták, hogy azzal a feltétellel kapják meg Kárpátalját, hogy az ott élő rutének számára teljes körű, széles autonómiát biztosítanak. Ezt nem tették meg. Tehát persze, hogy a cseheknek már aztán mind a szlovák, mind a rutén, a szudéta németekről nem is beszélve, 3,5 millió szudéta német ott van Csehországban és Moravországban és Sziléziában, meg a felvidéki, akkor 700-800 ezer fős felvidéki magyarság nagyon csak megfeküdte a gyomrát. És semmilyen, Magyarország semmilyen háborúra utaló jelt nem tesz, nem is tehet. Hát a három utód állam hadserege több mint 10-szerese Magyarország haderejének. Ők fejlesztik a hadsereget, ahogy csak tudják, románok, szerbek, csehek. Magyarországnak ezt nem lehet megtennie. A cseh-szlovák hadsereg például a legmodernebb, akkori, legidőszerűbb, leghatékonyabb francia fegyverzettel van felszerelve. Francia főtisztek képezik ki a cseh vezérkart, a cseh főtiszteket, meg minden. Sőt, a francia tanácsadók ott vannak a cseh gazdaságban, a hadászatban, mindenütt. Tehát, mintha egy meghosszabbított Franciaország keze lenne itt Európában, Csehszlovákia. Már ugye félnek, mikor Németországban bevezetik az általános hadkötelezettséget, a franciák nem tudnak más csinálni, hova menjek, kihez forduljanak. Ott a Szovjetunió. Le fogok ülni, jó? Ott a Szovjetunió. És 35 májusában a Szovjetunióval megkötnek egy kétoldalú barátsági és védelmi szerződést, katonai védelmi szerződést Szovjetunióval. Azt mondják, hogy ezzel a franciák Sztálint rászabadították Európára. Ezáltal a Szovjetunió európai érdekeltségű állammá vált. Hogy most lássuk, hogy például Csehszlovákia mennyire függött a francia politikától, pontosan 2 hétre rá, ahogy a franciák megkötötték a Moszkvában, akkor nem is Molotov, hanem Litvinov volt még a külügyi népbiztos, Litvinovval a szerződést. 2 hét rá Benes is utazik Moszkvába, és ugyanúgy megköti a szerződést. Most éppen egy cseh történésztől olvastam most egy újabb ilyen kutatási ilyen eredményt, hogy most már több mint valószínű, hogy ekkor 35 májusában, amikor Benes Moszkvában jár, az NKVD ekkor szervezi be Benest ügynöknek. Tehát Csehszlovákia külügyminisztere szovjet ügynök lett, és Sztálintól megkapta az utasítást, hogy mondassa le a már 85 éves Tomáš Garrigue Masarykot a köztársasági elnöki tisztségéről, és ő legyen a köztársasági elnök, hogy annál hűségesebb módon kövesse és teljesítse a Moszkva óhaját minden téren. És ezt Benes meg is tette. Valóban november végén lemondatja, ez ugye májusban van Moszkvában, november végén lemondatja Masarykot, és december 18-án saját magát köztársasági elnökké választatja. Tehát itt kezdődik voltak éppen Csehszlovákia totális elkötelezettsége a Szovjetunió felé. Németország ekkora már Olaszországgal annyira kibékül, hogy már eszébe se jut a németeknek, hogy Dél-Tirolt esetleg majd követeljék, tehát ezt leszögezik Hitler és Mussolini. Dél-Tirol örök időkre maradhat a több százezres német kisebbségével az olaszoké, de az olaszok nem szegülnek szembe a németek ausztriai behatolásával. Ausztria legyen Németországé. Tehát így kötnek egy ilyen egyezményt. És valóban 38 március 12-én a németek bevonulnak Ausztriába. A lakosság nagy üdvrivalgása közepette. Üdvözlik szeretettel Hitlert, aki jó maga is Braunau nevű osztrák városban született. Tehát neki, mikor ő háború alatt, ugye német hadseregben szolgált ugyan, de nem volt német állampolgársága, ő osztrák állampolgár volt Hitler. Ez márciusban van. Hogy hogyan hat ez Közép-Európára, hát ez talán, meg egész Európára talán nem is szükséges esetelnem.
A csehországi, morvországi, sziléziai németek így mondják, hogy várunk egy második Anschlussra. Az mit jelent az ő szavajárásukban? Hogy a mi területeink is, ahol mi vagyunk többségben, Csehszlovákiában, ugyanúgy, mint egy Ausztria részévé vált Németországnak, mi is oda óhajtunk csatlakozni. És a szudétanémet párt vezetői áprilisban, Ausztria megszállása után, vagy birtokba vétele után egy hónappal kiutaznak Németországba, és Ribbentrop külügyminiszterrel, meg Hitlerrel megbeszélik, hogy mi legyen a szudéta párt programja. Azt a tanácsot kapják, hogy ne követeljék hivatalosan a csatlakozást Németországhoz, mert az nemzetközi politikailag nem lesz jó. Autonómiát kell követelni. És azt, hogy a német világnézetet szabadon megvalhassák Csehszlovákiában élő németek. A német világnézet azt jelentette, hogy szabadon a német nemzeti szocialista munka, NSDAP szervezkedhet csehszlovák felségterületen az ottani német lakosság körében. És azt a tanácsot kapják, hogy ha még Csehszlovákia valamilyen módon talán meg is adná az autonómiát, akkor fokozni kell a követeléseket. Méghozzá úgy, hogy ha autonóm német terület létrejön, ez idővel követelje olyan, hogy a nemzetközi politikailag is meghatározhassa hova tartozandóságát államjogilag, hogy hova akar tartozni. Benes ezt nagyon jól tudja. Ekkor már Benes nem külügyminiszter, hanem már államfő, de a külügyminisztérium irányítását is ő végzi lényegében. Mert ő Csehszlovákia örök külügyminisztere volt. Ahogyan 18 végén létrejön az ország, végig, amíg csak államfővé nem választotta magát, addig ő külügyminiszter is volt. Na, mindig. Tehát Benesék azt mondják, hát ezt nem szabad megtennünk, hát ők is látják. Mihelyt meg lesz az autonómia, a németeknek búcsút mondhatunk. És annál hangosabban követelik már a szlovákok és a rutének is az autonómiát. És érdekes, most mit csinálunk mi magyarok? Hát mi magyarok azt mondjuk, hogy hát, hogy mi azonos elbírálás alá szeretnénk magunkat helyezni, mint a Csehszlovákia további nemzetiségei. Tehát amit kapnak vagy a németek, vagy a szlovákok, vagy a rutének, ugyanezt majd követeljük a mi magunk számára is. Konkrétan nem határozzák meg, de világos, hogy majd ők megfogalmazzák a mi számunkra is, hogy megfogalmazzák saját maguk számára. Mi nekünk csak azt kell mondani, hogy mi ugyanazt követeljük, és kész, el van intézve. Így folyik a húzavon a Tiritoli egész 38 tavaszán. Én az egyik most kész, már egy múltkori könyvemben is, de egy most is készül egy könyvem, amelyben ezt a 38 elejé hónapokat, úgy március, április, májusban helyhatósági választások is vannak Csehszlovákiában, ezt úgy nevezem, egy ilyen fejezetbe tárgyalom, hogy a nemzetiségek tavasza Csehszlovákiában. Hogy mondjuk ugye, hogy 1848-ban a népek tavasza volt Európában, hát 38 tavasza pedig a nemzetiségek tavasza volt Csehszlovákiában. És most az angolok és a franciák meglepetten nézik, hogy hát mi létrehoztunk egy államot, amivel nem tudunk mit kezdeni. És olyan hangok is elhangzanak már franciák részéről is, és komoly politikusok részéről, meg angol részéről is, hogy egyáltalán gondolkozzunk el, észszerű dolog volt a részünkről létrehozni Csehszlovákiát? 18 végén, 19 elején? Nem lett volna jobb, ha valahogyan más rendezést választunk, mint ezt? Talán igen, talán nem. Na, majd meglátjuk. Igen ám, de Csehszlovákia, és főleg Benes, nagyon reménykedik egy háborúban. Az elv a következő. Kirobbantani egy összeurópai háborút. Hogyan? Azt mondja, nagyon könnyű. Hát a franciáknak meg, a szovjeteknek megvan a szerződésük. Nekünk megvan a franciákkal. Nekünk megvan a szovjetekkel a szerződésünk. Hát most Németország kiprovokál egy háborút, ellenünk először is, nekünk automatikusan jönnek a franciák, és jönnek a szovjetek. Itt egy összeurópai konflagráció jön létre, Németországot megint ledózereljük. És francia és szovjet segítséggel nekünk csak nyugodtan várnunk kell, hogy kikaparják a gesztenyét a tűzből a számunkra ezek a balekok. A franciák meg a oroszok, ugye? És Hitler számára, meg a németek számára mi a kívánatos ilyenkor már? A belső feszültségek növelése Csehszlovákiában. És érdekes, hogy Németország ekkoriban, de olaszok sem, a román és a jugoszláv problémára nem fókuszálnak. Hagyják, hogy rendben van,
ott maradja lehetőleg nyugalom. A likvidálandó állam Közép-Európában, ahogyan a németek fogalmaznak, ez a féreg nyúlvány, így nevezik Csehszlovákiát, mert akkor hosszúkás volt, még Kárpátalja is oda tartozott. Szóval ez a féreg nyúlvány, ezt kell likvidálnunk. Ennek a legelső lehetőség az, hogy a német kisebbséget Csehszlovákiában minél keményebb politikára sarkalni. És ha lehet, fegyveres összetűzéseket provokálni a német civil lakosság és a cseh hatóságok fegyveres testületek között. Na, ez be is következik, és néhány helyen, határmenti német többségű városokban, de a falvakban is bizony, hát atrocizásokra kerül a sor. Ahol megvernek cseheket, a németek, a rendőröket, a rendőrök pedig a cseheket, ugye, vagyis a németeket, és az lett a vége, hogy több mint 30 járásban statáriumot hirdettek ki a határmenti vidéken. Na hát ez aztán már nemzetközi bonyodalomhoz vezet, hogy hát íme gyilkolják, ölik a németeket Csehszlovákiában. Tehát védeni kell. Hitler kijelenti, hogy a csehországi németek védelmére, ha kell, 25 millió német szúrony sorakozik fel. Ez mi más, ha nem az, hogy ha kell, akár fegyverrel is. Na így folynak a nyár folyamán a tárgyalások, meg tolakodások, tilitolizások. Az angol kormány számára is már kedvetlen ez az egész, kellemetlen ez az egész helyzet. Akkor egy Runciman Lord, Harold Runciman Lordot, egy nemzetiség politikai szakembert, mint független megfigyelőt elküldik Prágába a prágai kormány beleegyezésével. Hogy figyelje meg, menjen tanulmányozni, egy hónapot adnak rá, nézze meg, hogy mi a helyzet egyáltalán Csehországban a csehek és a németek között. A kormány, meg a német lakosság, meg milyen a hangulat egyáltalán. No, valóban megérkezik. Szeptember 4-én megérkezik Prágába a angol lord, beköltözik a Prága legdrágább szállodájába, és akkor Eszterháziék meg Szülő Gézák elhatározzák, hogy a magyar kérdést is oda kellene valahogyan nyomni a lord asztalára, hogy ne csak a németekkel foglalkozzon, hanem a magyarokkal is. És hát hogyan? Szülő Géza, aki szintén jól beszél angolul, azt mondja, majd ő fogja ezt intézni. Eszterházi pedig szintén saját maga akarná ezt intézni, mert azt mondja, hogy ez a lord Szülő Gézával nem fog szóba állni. Egy angol arisztokrata, ugye hát egy, bár nemes ember volt, ugye birtokos nemes Szülő Géza is, de rangon aluli neki, hogy ezzel szóba álljon. De Eszterházi azt mondja, de én egy gróf Eszterházi vagyok, velem szóba fog állni. És beköltözik az Alstron szállóba, ahol elszállásolta magát a gróf, vagyis a lord, és úgy intézi, hogy találkozzon vele. És találkoznak, bemutatkoznak egymásnak, és elmondja, hogy ő kicsoda, és szeretné megkérni ugye ő lordságát, hogy tudná-e őt fogadni. Hogyne, holnap jöjjön be, a titkárom fogadja, jöjjön a lakosztályomba, és mindjárt megindul a beszélgetés közöttük. És ő kifejti, hogy nagyon szeretnénk, hogyha már itt a nemzetiségi problémát így vizsgálgatja, hogyha a magyarokra is kiterjedne a figyelme. Meg esetleg a többiekre is, de főleg ugye hát én a magyarok nevében beszélek. Azt mondja, jó van, keressenek fel engem holnap, és hozzon még magával valakit. Na hát akkor elviszi a Szülő Gézát még magával, meg Jaros Andort, ugye, és kétszer is, háromszor is leülnek tárgyalni, és még egy memorandumot is ad a lordnak. És ez kezd érdekelni a dolog. És azt mondja, hogy a prágai utamról szóló jelentésbe be fogom venni a magyarokat is. Tehát megvan a remény, részben az elszakított felvidéki területeken, az anyaországban is, hogy most már Angliában is, ha a Runciman Lord leadja a jelentését, egy nemzetközi ügyé válik a felvidéki elszakított magyar területeknek a sorsa. És valóban a London számára készített jelentésében az angol lord világosan kifejti. Nem látom a reményét annak, hogy Csehszlovákiában a cseh-német együttélés biztosítható lenne. Annyira elmérkesedett a viszony a német és a cseh lakosság között, hogy területi rendezést javasolok nagyhatalmi döntéssel. Na hát ebben a csehek aztán világos, hogy nem akarnak beleegyezni. Futkosnak Párizs, London és Moszkva között, hogy mi legyen. Sokáig úgy
interpretálta a csehszlovák, vagy a cseh történetírás, hogy igaz, hogy az angolok meg a franciák elárultak bennünket, de a Szovjetunió hajlandó lett volna segíteni. Utólagosan most már tudjuk, hogy nem lett volna hajlandó a Szovjetunió sem segíteni. Most már kiderültek ezek a dolgok. Na, nem akarom tovább szaporítani ebben a vonatkozásban a szót. A lényeg az, hogy nagyhatalmi konferencia. Már majdnem háborúra kerül a sor, végül a Mussolini az olasz miniszterelnök javaslatára Münchenbe jön össze szeptember 29-ére egy négy hatalmi konferencia. Németország, Olaszország, Anglia, Franciaország. Döntsék el, mi legyen a német többségű területek sorsa. Döntés, ahol az 1910-es, tehát utolsó békebeli népszámlálás szerint német lakosság összefüggő területen, a német határok mentén élt, ezt a területet 10 nap leforgása alatt fokozatosan, zónákra osztva át kell csatolni Németországhoz. Világos. De most ez hogyan érinti a magyar kérdést? A magyar politikai vezetés abban bízott, és azt szerette volna, hogy Barca György, a londoni magyar követ állandóan bombázza az angol kormányt, a külügyminiszter Halifaxot, meg a Cadogant, meg a többieket, hogy a némettel párhuzamosan a magyar kérdést is megoldják. Oldják meg. Na most közben a nagyhatalmak azt mondják, hogy nem, elég nekünk most megoldani a német kérdést. A magyar kérdés várhat 1-2 hónapot, a német azonban nem. Mert ha nem oldjuk meg, egy héten belül lángba borul Európa. Ez most békementő döntés a csehországi németek kérdésének a megoldása. Annyit azonban pontosan Mussolini és Ciano, az olasz külügyminiszter javaslatára beleiktatnak még mint egy záradékot, egy függeléket a müncheni szerződésbe, hogy a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbség ügyével kéthatalmi, tehát bilaterális kéthatalmi tárgyalásokon kell foglalkozni cseh-lengyel, illetve cseh-magyar kéthatalmi tárgyalásokon. 3 hónap időt kapnak rá. Amennyiben 3 hónap alatt nem egyeznek meg, az itt ülő 4 hatalom újból összeül, és 4 hatalmi döntés fogja rendezni ezt a kérdést. 19-én este kezdődött a konferencia, 29-én este 30-án hajnalban fejeződik be. A döntés tudomásul vette, mint Csehszlovákia, mindenki. A lengyelek, kemény gyerekek, tudják, hogy ők megtehetik ezt akkor. 1. október 1-én kijelentik, hogy 12 órás ultimátumot adnak Prágának, hogy az általuk követelt sziléziai lengyel többségű területeket engedj át Lengyelországnak. Ha nem, ez casus belli. Sőt, még Prágát is megszállják. A megijedt prágai kormány enged. Azt mondják, hát most indulnak, épp most szállják meg az első zónát már a németek Csehországból. Onnan menekül a cseh hatóságok, menekülnek a hivatalnokok, meg minden. Hát óriási káosz. De jó van, a lengyeleknek át kell engedni azt a 200 000 főnyi területet, vigyék a fenébe. Magyarország nem követheti a lengyel példát. Nincs abban a helyzetben. Kánya Kálmán miniszter azt mondja, külügyminiszter azt mondja például, mi nem hagyhatjuk el a 4 hatalmi bázist. Mi nemzetközi jogilag kell, hogy fedve legyünk a jelen és a jövő számára egyaránt. Ott van az a 3 hónapos idősík, ebben meg kell oldanunk. No, de azonnal kérjük Prágát, hogy kezdjünk tárgyalásokat. Már október 3-án megy a jegyzék a prágai követségen keresztül a prágai külügyminisztériumnak, hogy 6-án, október 6-án kezdjenek tárgyalásokat. Bele is egyezik Prága, de beleköpnek a levesükbe a szlovák atyafiak, a Tóth atyafiak, mert 6-án kikiálták az autonómiát, Zsolnán, a Szlovákia autonómiáját. Prágának annyi a gondja, baja, hogy arra kéri a magyar feled, a magyar kormányt, hogy 3 nappal halasszák el, 9-én kezdjék akkor a tárgyalásokat. Jó van, Komáromban, a felvidéki szlovákiai Komáromban kezdődnek a tárgyalások 9-én. 4 napig tartanak, 13-án befejeződnek. Magyar delegációt Kánya Kálmán külügyminiszter és gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter vezeti. Teleki főleg, mint földrajztudós, mint a nemzetiségi kérdés tökéletes
európai hírű szakembere vesz részt, és most statisztikus ezen a megbeszéléseken. 4 nap után a tárgyalások megszakadnak. Kánya Kálmán kijelenti, oly nagy elvi ellentét tátunk a két delegáció elképzelése között, hogy reménytelen az egyesség. Tehát nem lesz ebből semmi, majd várjuk meg, át kell adni a 4 nagyhatalomnak a döntés jogát újból, ahogyan a szerződésben, a müncheni szerződésben benne van. Mind a két fél, mind a csehek, mind a magyarok rohannak részben Rómába, részben Párizsba, Londonba, Berlinbe, protekciója, lobbiznak, mindenki a saját érdekében, természetesen, hát miért ne? Akkor főleg német közvetítéssel, még jegyzékváltások formájában történik, még további egyezkedések történnek. Hogy akkor mennyit engednek, hogyan engednek, meg mit tudom én, hogyan. Mert Magyarország azt mondja, benne van, hogy a müncheni elvek alapján kell nekünk is dönteni. A mi ügyünket is úgy kell eldönteni. Mit mond ki a müncheni döntés? Vagyis a müncheni elvek? A 10-es népszámlálás. Térem tessék, itt vannak a statisztikai adatok, 1910-es népszámlálás. Ahol magyar többségű volt, az Magyarország. Ahol nem volt magyar többségű, az nem Magyarország, ahol pedig teljesen zavaros, vegyes többségű, vagy vegyes terület, ott pedig legyen népszavazás. Ez a magyar álláspont. Na, ez világos, hogy a csehszlovák tárgyaló fél, akit máskülönben a Tiso, József Tiso, az autonóm szlovák kormány elnöke vezet. Nem lesz egyesség. Húzódik az ügy, és végül is az lesz a vége, hogy november 2-án Bécsben, a Belveder palotában Savoyai Jenő tábornok, nagy herceg egykori rezidenciájában az olasz külügyminiszter, ugye gróf Csánó, és a német külügyminiszter Joachim von Ribbentrop báró leülnek, és eldöntik a vitás kérdéseket. Hát nem kapja még Magyarország az összes területet, ahol 1910-ben magyar többség volt. Főleg 5 város és annak környéke képezte a Viszály magvát, az Irisz almáját. Ezek a következők: Pozsony, nyugatról kelet felé haladva Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár, Munkács. Ugye 1910-ben Nyitra, Kassa, Ungvár, Munkács abszolút magyar többségű. Pozsony ugyan nem abszolút magyar többségű, de Pozsonyban 10-ben senkinek nem volt abszolút többsége. A város lakosságának 33%-a vallotta magát német anyanyelvűnek, ugye akkor a régi magyar népszámlálás, hogy csak anyanyelvet tudakoltak. 33%-a vallotta magát németnek, 32% magyarnak, és a többi egyébnek, és ebből talán 10-12% volt a szlovák. Aztán voltak ott mindenféle egyebek is még. Tehát etnikai alapon Magyarország azt mondta, mert azt mondták, hát ez nem magyar többségű, akkor sem. Hát igen, de akkor milyen többségű volt? Hát hogyan? A szlovák többségű, aztán tuti nem volt. Hát hogyan? És azra hivatkoztak, hogy ez 1541-től, amikor a török beült Budára, ez az ország fővárosa volt. Aztán később is a diéták városa volt, az országgyűlések városa volt, a rendi országgyűlések városa. Nos, a bécsi döntés azonban úgy döntött, úgy határozott, hogy a két nyugati vitatott várost Magyarország nem kapta meg. Pozsonyt és Nyitrát nem kapta meg. De a 3 keleti, Kassát, Ungvárt és Munkácsot megkapta. 5-én, november 5-én kezdődik a terület birtokba vétele, és 10-én zárul le. 11-én nagy ünnepség keretében Horthy Miklós és az egész kormány ellátogat Kassára. Gyönyörű ünnepi bevonulást rendeznek, valóban egy nagy nemzeti ünnep, amelyen részt vesznek nem csak az anyaország, hanem a felvidéki politikai vezető személyisége is, többek között Eszterházy János gróf, aki itt kijelenti: nem térek vissza Magyarországra. Mert egy 60-70 ezeres magyar töredék még mindig Csehszlovákiában maradt. És ennek szüksége van védelmezőre, vezetőre, és ha kell, vigasztalóra. Itt maradok. A nehezebb utat választom. És marad is. De a Kassán mondott beszédében a kormányzó úr őfőméltóságához fordul, és azt mondja: a felvidéki magyarok nevében kérem főméltóságodat, a Magyarországhoz
átcsatolt területek szlovák lakosságának kegyeskedjenek megadni mindazokat a jogokat, amelyekért mi is küzdöttünk és küzdünk Csehszlovákiában. Tehát az ő érdekükben is felszólal. És tesz egy gesztust, Horthy, a kassai bevonuláson szlovák nyelven is beszél a Kassa és Kassa környéki szlovák lakossághoz. És azzal kezdi, hogy bár a szlovák nyelvet nem bírom, de a haditengerészetnél töltött gyönyörű éveim alatt jól megtanultam horvátul, tehát a szláv nyelvek számomra nem ismeretlenek. És kijelenti, hogy testvéri szeretettel várunk benneteket vissza, és semmilyen atrocitás nem ér benneteket, szabadon gyakorolhatjátok nyelveteket, ápolhatjátok kultúrátokat, és mindenféle politikájókat megkaptok. Tehát megtörtént az első revízió. Mit szólnak ehhez az angolok meg a franciák? Miért nincsenek ott? Mert eredetileg ott kéne, hogy nekik, ők is ott legyenek, hisz a záradékban az van benne, a müncheni záradékban, hogy az itt jelenlévő négy nagyhatalom mondja majd ki. Hát egyszerűen nem érdekelte őket a dolog. Azt mondta, hogy ez már nem, ez már belső közép-európai ügy, itt már nem sem békementésről szó, és őket pedig az, hogy most melyik rongyos falu hova fog tartozni őket, ez nem érdekli. És a döntés után kijelentették mind az angolok, mind a franciák, hogy beleegyeznek, oké, rendben van, el van intézve, nincs semmi kifogásuk ellen. Sőt, a szovjetek is kijelentették, tudomásul vesztük, igazságos, rendben van, le van zárva az ügy. De Csehszlovákia sorsa ezután már valóban végleg megpecsételődött. Már Európa betegemberévé vált, már 38 márciusában az Anschlusskor, ez az októberi események csak növelik a betegségét, és márciusára elkövetkezik a agónia. Hitler is úgy döntött, hogy megsietteti ezt a haldoklást, és Cseh és Morvország maradék részét birtokba fogja venni, és autonómiát biztosít nekik, protektorát Böhmen und Mähren, Cseh Morva protektorátus formájában a birodalmon belül. A szlovákok ekkor eldöntötték, hogy önálló függetlenséget akarnak. Még májusban a budapesti eukarisztikus kongresszuson résztvevő József Tiso, a szlovák néppárt elnöke, még tárgyal Kánya Kálmán külügyminiszterrel, és még mindig azt mondja, hogy mi szlovákok el tudjuk képzelni a jövőnket akár magyar államkeretben is, de teljes autonómiát követelnénk. De ekkor még Csehszlovákia részeihez májusban vagyunk, 38 májusában. No, de mikor aztán megkapták az autonómiát októberban Prágától, akkor azt mondták, hogy akkor már nem kell magyar autonómia, mert itt van Csehszlovákia keretében, és már megvan az autonómiánk, és márciusban Hitler magához kéreti Tiszót, a szlovák autonómia kormány, autonóm kormány elnökét, és azt mondja nekik, hogy kiáltsátok ki május 14-én az állami függetlenségeteket. De meglepődött Tiszos, igen, mert én Cseh Morvországot birtokba fogom venni, ti pedig ott maradtok egyedül, pucéron. Hát akkor mi legyen? Mert azt mondja, ha nem, akkor én szabad kezet adok a magyaroknak. Vegyenek ők birtokba benneteket. Hát most akkor mi legyen? Tisza előtt ott van, hogy most vagy egy önálló Szlovákia Hitler támogatásával, vagy egy magyar bevonulás. Hát úgy döntenek, hogy önálló, független Szlovákia. És 14-én, valóban déli 12 órakor megtörténik. Közfelkiáltással a szlovák tartománygyűlés kijelenti, hogy mi önálló szlovák köztársaság vagyunk, és átalakulunk nemzetgyűlésé. Eddig csak tartománygyűlés voltunk, és nemzetgyűlés vagyunk. Na, a kárpátaljai ruszinok is valami hasonló cipőben járnak, és Voloshinnal az élen kikiáltják, hogy ők is egy független kis mini államot alkotnak majd. De ez már csak az erdős Kárpátok, mert a Kárpátalja déli, többnyire magyarok által lakott területe már novemberben visszajött. Hát Hitler azonban Sztójai Döme berlini magyar követet hazaküldi, még előtte két nappal, és azt mondja, hogy ő már Hitler tudta, hogy mi lesz, és azt mondja, hogy a szlovák függetlenséget el fogja ismerni. A ukránt azonban nem. Magyarország tehát cselekedjen, ahogy jónak látja. 15-én hajnalban megindul a magyar honvédség, és két nap alatt elérik a lengyel határt a Kárpátokban, három nap alatt egész Kárpátalját birtokba veszik, és Kárpátalja ezáltal visszaintegrálódik oda,
abba az országba, ahol 1000 éven keresztül volt, és részese volt ennek az országnak. Az időnk azonban elszállt. Most csak két mondattal még utalok rá, hogy ezzel a ezzel nem zárult le, ez a 39-es, ugye, revízió, Kárpátalja, az erdős Kárpátok visszajötte. Ott van azonban még Erdély kérdése, amelyik már 40-ben már majdnem háborús konfliktust vált ki Magyarország és Románia között. Ha nem az olaszok meg a németek, már Magyarország neki ment volna a románoknak. Ki tudja, milyen eredménnyel, nem tudjuk, mert nem következett be. Végül az lett, hogy van egy második bécsi döntés, amelynek értelmében Magyarország az 1919-ben Románia javára elvesztett 103 ezer négyzetkilométer területéből 44 ezeret kapott vissza. Tehát a Partium egy részét, a mezőség egy részét, aztán az egész Székelyföldet. Na világos, hogy ezzel nem volt elégedett, se a magyar fél, se a román fél, kész. Na, a németek azt mondták, hogy látni, hogy igazságos a döntés, mert egyik fél sem elégedett vele. Na. De még ott van a délvidék, ott is vannak még ugye több százezeres nagyságú magyarok, és Magyarország ekkor már nem akarja túlfeszíteni a húrt, és tart attól is, hogy ez a nagy német segítség vajon kifizetődő nekünk, magyaroknak? Nem kerülünk túlságosan a német valahogyan kötelékbe? És azt mondják, most akkor ne bolygassuk a jugoszláv problémákat, és kössünk valami talán barátsági szerződés, hisz már nincsen senki, már a szomszédos országunk közül egyik sem a barátunk. Hát legalább Jugoszlávián keresztül maradjon nyitva számunkra Európa. Az angolok is támogatják ezt a magyar elképzelést, mert úgy látják, hogy ezáltal valóban Magyarország nem akarja magát teljesen elkötelezni a német fél oldalán. Megkötik valóban még december 12-én, 40-ben a jugoszláv-magyar örök barátsági szerződést, ez az örök szót utólagosan tették bele, de teljesen fölöslegesen, és a németek, meg a jugoszláv kormány is elhatározta, hogy Jugoszlávia is része lesz a tengelyhatalmak szövetségének, ami be is következett. Március 23-án, ha jól emlékszem, 23-án aláírják a Bécsben a csatlakozást a három hatalmi szövetséghez, Jugoszlávia is. És érdekes, hogy a Cincár Markovics utazik haza, Budapesten keresztül megy Belgrádba, Bécsből, és a budapesti pályaudvaron fogadja őt egy magyar külügyi tisztviselő, a külügyminisztérium, és megkérdezi, hogy miniszter úr, és mikor érkezik a vonat a Belgrádba? De azt mondja, hogy holnap reggel, de mikor odaérkezem, nem tudom, hogy miniszter leszek-e még, vagy nem. Hát nem lett miniszter, mert az angol titkos szolgálat közben megszervezi Simovics tábornok puccsát. És a kormányt leteszik szépen, létrehoznak egy új katonai kormányt, amely két napon belül szövetségi szerződés köt a Szovjetunióval. Ez provokálta ki a német háborút Jugoszlávia ellen, 6-án, április 6-án, és amiben Magyarország is nem a háborúba, hanem 11-én bevonul a volt magyar területekre. 10-én horvátok kikiáltják függetlenségüket, és akkor a magyar értelmezés szerint ezáltal a jugoszláv állam megszűnt létezni, mert Zágrábban a horvátok proklamálták függetlenségüket. Tehát ezáltal az az államalakulat, amellyel decemberben kötöttünk szerződést, ez megszűnt létezni. Tehát bevonulunk a volt magyar területekre. Megtörtént, ez volt a negyedik revíziós, nagy revíziós sikerünk, nem számítva mondjuk a burgenlandi problémákat, amiről előzőleg volt szó. Tehát 38 novemberében a hosszú felvidéki területsáv, 39 márciusában az erdős Kárpátok, 40 augusztus 30-án van a döntés, de szeptemberben van a bevonulás, Észak-Erdély, és 41 április a délvidék. Még mindig maradtak függő területek. Mi lesz a további sorsa az országnak, de ekkor már a kanyarban majd közeledett felénk a háború, a világháború. Ha nem vettünk volna részt a háborúban, vagy nem tört volna ki a háború, bekövetkezett volna egy békés periódus Európának, másként alakul a mi sorsunk is. Ez azonban elkerülhetetlen volt. Szakály Sándor történész kollégám, a Veritas Intézet igazgatójának van egy nagyon jó könyve, ilyen, ez a címe, hogy volt-e alternatíva? Magyarország számára. És rájön, nem volt alternatíva a mi számunkra. Schmidt Mária is az egyik tanulmányában azt fejtegeti, az út, amelyen haladtunk, minden oldalról tövises út volt. Akadályok és sziklák között vezetett,
és a végén rájöttünk, hogy maga az út is a szakadékba zuhant. Tehát ez volt a mi útunk. Nem azért, mert ügyetlen politikusok lettek volna az akkori vezetőink. Egyszerűen a fátum üldözte Magyarországot akkor is. Nem volt számunkra más lehetőség. Sokan azt mondják, nem kellett volna belépni a Szovjetunió elleni háborúba. Kérem tisztelettel. Bulgária belépett a Szovjetunió elleni háborúba? Nem. Ennek ellenére, mikor a szovjet hadsereg elérte a Balkánnak azt a részét, bevonultak Bulgáriába, és azt tettek, amit akartak. Teljesen mindegy volt, hogy most visel-e háborút a Szovjetunió ellen, vagy nem. Sőt, Bulgária még a diplomáciai kapcsolatát sem szakította meg a Szovjetunióval a háború alatt. Háború után pedig nyugodtan bevonul. Bemastírozik a vörös hadsereg Bulgáriába is. Valószínűleg ez lett volna a mi sorsunk is, ha nem is vettünk volna részt a háborúban. De elkerülhetetlen volt a mi háborúba való belépésünk. Sok mindenről lehetett volna még beszélni részletesebben is, de éppen látom itt az órát, ugye, és meg hát érzem már a hangulatot is, hogy úgy gondolom, hogy elegük volt már belőlem, és nem tudom, hogy sikerült-e egy képet adnom erről a korszakról. Én nem azt mondtam el, hogy hogy volt, én azt mondtam el, hogy én hogy látom. De azt, hogy hogy volt, azt én nem tudom. Én így látom. Lehet, hogy holnap után olyan adatok birtokába jutok, hogy kicsit most módosulni fog a képem erről. De egy biztos, hazudni nem fogok soha. Az általam igaznak tartott dolgokat mondom el. Lehet, hogy nem az igazat mondom, de nem azért, mert tudatosan hazudni akarok, hanem az, mert nem vagyok birtokában a bölcsek kövének. Én is egy halandó kutató vagyok, aki néha igazat, néha jót mond, néha rosszat mond, a számomra rendelkezésemre álló források alapján. Egyelőre köszönöm a figyelmet, és örülök a következő találkozónak. Raffa Jernőnek pedig megköszönjük, hogy átengedte ezt az estét nekem, ugye? Nagyon szépen köszönöm professzor úrnak ezt az előadását, amely azt gondolom a mai politika számára is rendkívül sok tanulsággal szolgál, és még szolgálna az a sok tudás, ami a Felvidék krónikásának birtokában van. Valóban egy kicsit itt az előadás végén felgyorsult a történelem, hiszen az órámmal jeleztem, hogy az idő előre haladt, amiatt nem tudjuk olyan mélységében kivesézni akár a bécsi döntéseket is, mint azt sokan talán várták volna. Egyik kedvenc anekdotám például ugye, hogy a második bécsi döntés kihirdetésekor ugye a román külügyminiszter el is ájult. Azt gondolom, sok ilyen filmért kiáltó epizódja lehet még a sikeres revízióknak. Reményeink szerint folytatni is fogjuk ezt a témát. Több történészt láttam itt a sorok között is, például Szentkirályi Gábort, aki a Rongyos Gárda történetéről adott ki könyvet már, mint a kárpátaljai küzdelmekről ugyebár, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Raffay Jernőnek talán első könyve volt a Trianon titkai című 1990 környékén megjelent könyv, hiszen addig tabuként kezelték ezt a témát. Hát mi nem kezeljük akként, úgyhogy bízunk benne, hogy a karantén megszüntével legkésőbb az őszi szemeszterben Raffay Jernőnek ismét helyet adunk itt, vagy akár augusztus 20-án ismét egy családi napon. Köszönöm szépen kitüntető figyelmüket!